Különféle formájú, méretű ecsetek és festőhengerek, és rengeteg színű festék a vödrökben. Ezekre mind szükség volt pénteken Mándokon. A térségi szociális központ fogyatékossággal élők nappali ellátását szolgáló épületét aznap mintegy 30 önkéntes lepte el. A cél közös volt, együtt csempészni szint az itt megforduló és egyébként nehéz sorsú emberek életébe. A közösségi festés a Let's Color település szépítő egyesület felhívása adott lehetőséget, amelynek egyik idei nyertese a Mándoki intézmény lett. A közösségi médiában láttuk a pályázati felhívást, és ezen gondoltuk, hogy akkor elindulunk, és akkor megpróbáljuk színesíteni ezeket a falakat. Ugye a veszélyhelyzet idején a nappali intézmény az sajnos zárva volt, úgyhogy nem volt itteni tartózkodás. Gondoltuk, hogy addigra, mire újra meg tudjuk nyitni ezt az épületet, az ellátottak előtt addigra egy kicsit színessé varázsoljuk, úgyhogy ez volt az alapötlet. A végeredmény pedig ez. A fehér falak után ilyenek lettek végül az épület foglalkoztatásra, pihenésre használt szobái, klub és étkező része, valamint folyosói. A falakat festők között voltak az intézmény dolgozói, de több más településről is érkeztek önkéntesek. Tiszabezdédről is többen jöttek, a település vezetője is ecsetet ragadott. A saját településemen is nagyon szerettem az önkéntes megmozdulásokat. A térségi szociális központ az mindig élen jár a közösségi munkában, az önkéntes munkában, és most intézményvezető asszony pályázott a Let's Color pályázatra, és innen értesültem, tájékoztatta az eredményről a önkormányzatokat. Örömmel jöttem, egy kis saját munkát hoztam ide az intézménybe. A pályázatot idén 10. alkalommal hirdették meg. Az elsődleges cél a kezdetek óta mit sem változott, szint vinni az emberek életébe, mindeközben pedig az önkéntességet népszerűsíteni. Bármely olyan hazai közösség jelentkezhetett a 10 000 fő alatti és feletti települések kategóriájába, amely tevékenyen részt akar venni ebben. Az elmúlt években jellemzően nevelés és oktatási intézmények pályáztak, de vasúti aluljáró, orvosi rendelő és művelődési központ is megszépült már a felhívásnak köszönhetően. Az idei kiírása minden eddiginél több 143 pályázat érkezett. A 3-3 döntős kilétéről online szavazás döntött, a finisben pedig egy szakmai zsűri pontozta ezeket a pályázatokat. A legfontosabb szempontok általában azok, hogy egyrészt maga a pályázati anyag az megmutatja azt, hogy technikailag kivitelezhető-e a festés, hiszen vannak azért olyan pályázatok, amik ugyan megfelelnek a szigorú értelemben vett szabályoknak, mégis vannak benne olyan nehézségek, amik az önkéntesek számára nem feltétlenül teszik lehetővé a festést. Illetve ami még fontosabb szempont az az, hogy próbáljuk azt mérlegelni, illetve a zsűritagok próbálják azt pontokba önteni, hogy vajon milyen hatással lehet a helyi közösség életére az a változás, amit egy ilyen festés tud hozni. Pályázni legfeljebb 800 négyzetméternyi kifestendő felületre lehet, az ehhez szükséges festéket és alapozóanyagot az egyesület és a pályázatot támogató festékgyártó biztosítja. Megkönnyítve az önkéntesek dolgát, a falra kerülő mintákat is megtervezik és felrajzolják, erről ugyanakkor egyeztetnek a helyiekkel, hogy nekik is biztosan tetszen a végeredmény. Az egyesület tapasztalatai szerint egyébként nem ritka, hogy a festésre összeáll csapat, később más projektekbe is belefog közösen.